Az Alba Pláza előtti téren gyülekeztek a Magyar Munkáspárt szimpatizánsai, ugyanis békegyűlést tartottak a Magyar Nemzetállam és a Függetlenség jegyében. Türmer Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke úgy fogalmazott, Székesfehérvárra jönni mindig megtiszteltetés, itt bárhol lép az ember, királyok jártak valaha. Szeretnénk ehhez az ünnepséghez, ami most folyik a városban, hozzájárulni. Számunkra Első István életműve, Első István tevékenysége példamutató. Függetlenség, nemzet, nép, ez a három kérdés, ami körül a magyar történelem folyik. Ma nincs fontosabb kérdés, mint a függetlenségünk megőrzése, nincs lényegesebb feladat, mint a magyar nemzeti tulajdonságok értékelése és megőrzése. Simó Endre, a magyar békekör elnöke azt mondta, Szent István békében és együttműködésben akart élni, ezért illesztette be Magyarországot az európai keresztény civilizációba. Ez nagy tanulság, hogy megtanuljunk békében élni kelettel és nyugattal egyaránt. Ez a lényege annak, amit mi célul tűzünk ki. És szeretnénk mindazokkal együtt tenni, akik komolyan gondolják, hogy ennek a népnek a jövője a békében és az együttműködésben, nem pedig a szembesülésben tárul fel. Mi készek vagyunk mindenkivel összefogni, aki ebben közösséget vállal velünk. A beszédek után az országalmához vonultak át a szimpatizánsok Szent István ünnepének tiszteletére.